Szinte nincsen olyan Tolna megyei település, ahova ne keresnének valamilyen szakos tanárt a közigazgatási állásportál adatai szerint. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének válaszmányi tagja azt mondja, ez országos probléma, ami mögött az áll, hogy sokan mennek nyugdíjba, és az utánpótlás sok helyen akadozik. Az érdekvédő azt állítja, hogy egyre kevesebben helyezkednek el ezen a pályán, a megbecsülés hiánya miatt. Folyamatos a mozgás az iskolákban, de ez nem rendkívüli, reagált az előzőekre Gerzsei Péter, a Szekszádi Tankerületi Központ igazgatója. A jelenleg keresett tanárok száma nem tér el a korábbi évektől, szerintünk ez úgy átlagosnak mondható, hogy amiért a pedagógus kollégákat keressük, munkahelyet váltanak, nyugdíjba mennek, illetve ugye vannak, akik tartósan távol vannak betegség miatt, ugye az ő helyükre keresünk kollégákat. A Szekszárdi Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban jelenleg 14 pedagógus keresnek a hirdetések szerint. Gerzsei Péter szerint ez átlagosnak mondható munkaerőhiány. Az iskolák ezzel meg tudnak birkózni, és gyakran szeptember 1-e után tudják betölteni a megüresedett pozíciókat. Az órák leadása nem ütközik akadályokba. Az iskolák minden esetben meg tudják azt oldani, fogalmazott az igazgató. Amit be tudunk tölteni pedagógus kollégával, teljes munkaidőssel, részmunkaidőssel, ugye ott ők látják el a feladatot, egyébként pedig a köznevelési törvényben foglaltak szerint osztják be a pedagógusok munkaidejét az intézményvezetők, ugye ez 22-26 órát jelent per hét, és ami óra ezen felül megmarad, az pedig vagy túlórával látják el a kollégák, vagy óraadókat alkalmazunk. A hírekkel ellentétben nyugdíjas tanárokat sem nehéz mozgósítani a koronavírus járvány miatt. Gerzsei Péter egy tanárról tud, aki nem vállalta a tanítást emiatt. Az igazgató azt is elárulta, hogy felkészültek a tanévre az iskolák. Mindenhol adottak az oktatás technikai feltételei, és a szükséges óvintézkedéseket is megtették, tette hozzá Gerzsei Péter. Fertőtlenítették az intézményeket, kézfertőtlenítő, kézmosó mindenhol nagy mennyiségben rendelkezésre áll. Továbbá a takarítók munkaidejét minden intézmény átgondolja, és ahol szükséges, ott délelőttös takarítókat is alkalmazni fognak az iskolák.